Gyerekek, kijött a Windows 10 Creators Update. Így hívják Creators Update? Így hívják, igen. Ami miért Creators Update? Igen, ezt kértem, ezt megkérdeznem, mert fogalmam nem nincsen. Tudjuk. Nem tudjuk. Valószínűleg azért, mert van benne egy ilyen 3D-s dolgot rajzoló, új Paint rajzoló program. Na mindegy, nem menjünk el. A lényeg az, hogy kijött a Windows 10-nek a legújabb frissítése, ami most még eleinte legalábbis kvázi kérhető és elhalasztható, ha nem akarod feltelepíteni, egy idő után majd kötelező lesz. Úgyhogy most ennek minden nyűgét bemutatjuk. Top 5, mi az az 5 feature, ami a Windows 10-ben legújabb változatában benne van. És egy kicsit azért beszélgetünk arról is, hogy a jó édes nénikét a Microsoftnak, hogy mi az, ami már megint az adatvédelemmel kapcsolatosan éppen lehet, hogy őrültek háza lesz. Közben elkezdünk egy live demonstrációt is. Itt van egy gép, itt egy virtuális gépre föltelepítjük most ezt az update-elt változatot. Tehát csinált egy olyan ISO-t, ami már ezt tartalmazza. Azt föl fogjuk telepíteni. Ott van egy monitor, azt egy külön kis kamerával vesszük, mert ugye egy Windows telepítést azt nem lehet csak úgy hip-hop fölvenni. Bár megpróbáljuk azt is, hogy fölvegyük képernyő videóként, de az lehet, hogy a virtuális gép miatt nem teljesen sikerül, úgyhogy ezt a kis kamerát elindítom. És miközben mi itt beszélgetünk, azt mondtad, hogy 15 perc alatt föl lehet telepíteni egy Windows 10-et. Szóval ez egy update, ami ugye nem egy olyan update, ami szokásos ilyen biztonsági frissítésszerűség, hanem ez egy ilyen nagy lépés. Igen. Hanyadik lépése ez a Windows 10-nek? Ez a negyedik lépése, ugyanis pár évvel ezelőtt a Microsoft elhatározta, hogy ez a Windows lesz a végső, a Windows 10 az utolsó Windows, amit így verziószámilag kiadnak, viszont ennek csinálnak időnként ilyen úgynevezett nagy frissítéseit, amik már ez a amik közül ez a harmadik nagy frissítés, tehát ez a negyedik Windows 10 verzió, hogyha az elsőt is veszük, ami megjelent 2015 nyarán. És ezekre azért van szükség, mert ilyenkor feature-ök, tehát funkciók is így van, új funkciók kerülnek bele. Igen. Egyébként jut eszembe, nem mutattam be nektek. Payskin. Amikor azt mondjuk, hogy Payskin alert, bár mostanában már nem szoktam mondani, Balázs egy régi kollégám, még a PC-verben együtt dolgoztunk, meg egy kicsit a GameStar-ban is, meg szóval sokat dolgoztunk együtt, még annak idén számítástechnikai szaksajtóban, és a Balázs egyébként is egy ilyen megszánott szóval fura ember a Windows tekintetében, annak idén a Microsoftnak beta teszteltél is. Így van. És ugyan, ha nem is fordult át a Microsoft iránti elkötelezettséged annyira, de azért nem fordult, tehát annyira nem vagy Windows ellenes, egy kicsit se, de azért kritikus szemmel tudod nézni ma már a Microsoft fejlesztéseket. Nagyon kritikus szemmel tudom nézni, igen. Na, akkor nagyon kritikus szemmel nézzük azt, hogy miről beszélünk most, mi ez a top 5, amit kiemelünk itt. Egyébként rengeteg más funkció is van, de kiemeltünk 5-öt, ami a legfontosabb talán. Mindig az a, tehát mindig, minden ilyen nagy frissítésnél a Microsoft úgy fut neki a dolognak, hogy rengeteg új dolgot bele fog rakni. És most is a Creators Update-nél is valószínűleg sokkal több dolgot terveztek, mint ami végül aztán benne maradt. Number 5. A Windows 10-be bekerült az Edge című böngésző, ami leváltotta a régi Internet Explorer-t. Ezen iszonyú erővel gyúrnak, tehát rengeteg újdonság kerül bele, egyébként így hónapról hónapra is, amikor úgy nem veszük észre, de mindig, amikor ilyen nagy frissítés van, akkor aztán beletolnak mindent. Azt hiszem, hogy most a legnagyobb újdonság az az, hogy a fülek kezelését, böngészi fülek kezelését jobbá tették, ami azt jelenti, hogy lehet egy kattintással előnézeti képeket kérni róla, illetve egy másik kattintással az összes nyitott fület el lehet menteni, és utána vissza lehet állítani egy mozdulattal. Egyébként az Edge nagyon sokat fejlődött, én magam nem használom, mert most már beégett. Használ Edge-et. Szerintem azok, akik átlag felhasználóak, szerintem tök jó, akik valami default ok miatt nem tértek át sem Firefoxra, sem Chrome-ra, mivel Google univerzumban élek, meg ezt szerintem elég sokan. A Chrome azért jó, mert password managementtől kezdve mindent magában tudsz magaddal vinni, és az összes eszközöt szinkronizál, de azért az Edge nagyon jó lett. Én szerintem az Edge-ről nem is érdemes talán túl nagy... Edge-et arra használjuk, hogy letöltsük fel a Chrome-ot. Igen, abszolút ez a default. Amire régen egyébként az Internet Explorer-t használtuk. Úgyhogy pont ezt letöltsük a Chrome-ot, és utána kidobjuk a vérbe az egészet, és könyörögjünk a rendszernek, hogy még egyszer ne indítsd el ezt a vackot. Paint 3D. A Paint-ről azt kell tudni, hogy a Windows 3.1-be bekerült ez a szerencsétlen... Kérlek, mesélj még! Szerencsétlen kis program, mert már korábban is volt egyébként, de ez ilyen most, ha nem tudom, így az egész Windows 25 évén keresztül, amióta talán Windows, mi ketten Windows használunk, ez gyakorlatilag szinte semmit nem fejlődött. Két dologra lehet használni, legalábbis én valaha is két dologra használtam. Az egyik, hogyha a környékemen kisgyerekek vannak, akkor az egérrel tud rajzolni a képernyőre, ez az egyik fantasztikus funkció. A másik funkció pedig, hogyha egy nincs feltelepítve semmilyen program, amivel a képernyőképet lehetne lopni, akkor a Printscape megnyomod, ebbe Ctrl-V, és gyorsan menjsd el. Így van, erre használom. Na, most viszont Paint 3D. Mindez 3D-ben, értem. Gyönyörű lesz, Paint 3D.
Itt az ideje, végre. Végre. Igen, azt... nem kell Photoshopot telepítsek meg ilyesmit, mindent meg tudok csinálni Windowson belül. Ugye erről beszélünk? Igen, valószínűleg erről beszélünk. Fogod a ceduzát, így az úgy Paint 3D-ben, így csinálsz, hogy így, és utána az egérrel így ki tudod venni a síkból, és 3D-s lesz. Dimenziós megőrülsz, dimenziós lesz. Igen. Igazi dimenziós. Igen, és akkor ezzel elvileg 3D-s objektumokat is létre tudsz hozni, és azokat így el tudod forgatni az egészet is, és akkor egy ilyen 3D-s dolgot tudsz vele csinálni, amit utána adtak hozzá valami megjelentő dolgot is, vagy megjelentő programot, ami az valószínűleg biztos, hogy ilyen csempés történet lesz, amiben ezeket a 3D-s kreálmányokat meg tudod nézni, illetve magába a Paintbe föl tudod használni a mások által készített 3D-s objektumokat. Én láttam egy olyan YouTube videót, ahol például volt valami kis emberfigura, és akkor meghúztak mellé egy ilyen 3D-s billentyűzetet. Igen. Hogy ezt vajon a Paint 3D-ben csinálták-e, vagy pedig valami Igen. külső modellező dolog van, ez nagyon jó kérdés. Elnézve az adottságait, lehet benne hülyéskedni 3D-ben, de komoly objektumokat megcsinálni szerintem nem. Tehát lehet, hogy forgástesteket meg ilyeneket lehet, de nekem nem tűnik túlnak. Egyetlen egyet szeretnék megint csak, hát ha véletlenül ebben az új frissítésben már, ugye van a Windowsban a kvázi beépített media player, amit nem tudok már hova tenni, mert van ez a Windows Groove, ami a zenét játssza le, akkor a videóknak van egy másik, ami magától elindul. Két dolgot... Nekem nincs ilyen. Hát... meg biztos kigyepáltad az első. Nyilván én is VLC-t használok hozzá, de ha véletlen elindul, akkor két dolgot lehet, mármint hogy nem is csak a kép nézegető. Eszképpel nem lép ki. Alap, nem? Tehát nézel egy képet, eszképpel szeretnél kilépni. Igen. Ez az egyik, a másik pedig a media player, ami meg lejátsza, space-re álljon meg és induljon el. Ezt a két funkciót nem sikerült ebbe a kettőbe belakni, mindenképpen egérrel kell. Nagyon lőném az ilyen fejlesztőt. Number 3. Hú, ez egy kicsit bonyolult elmagyarázni, de a lényeg az, hogy a Windows 10-ben megjelenés óta van egy ilyen kettőség, egy ilyen dualizmus, hogy van a control panel, amit régen megszoktunk, magyarul vezérlőpult, amiben a gépnek meg a Windowsnak az összes kicsi beállításait megtaláljuk, és az új Windowsba pedig született egy gépház, angolul settings, amiben pedig elkezdték ezeket a beállításokat átpakolni, de ilyen... hát félig meddig sikerült csak. És most ebben az új változatban van egy komoly előrelépés, egy csomó olyan dolog, ami eddig a control panelen volt, az átkerült, illetve magát a gépházat is egy kicsit átrendezték, hogy jobban elérhető legyen, a fontosabb dolgok kikerültek és könnyebben elérhetővé váltak. Ez most azt jelenti, hogy elkezd megszűnni az a Windows 3.1-es kezelőfelület, mert egy csomó beállításnál még mindig ez a régi vacak, néha képernyőből kilógja, de szörnyen néznek ki. A Microsoftnak egyébként abban is mániája volt, minden egyes úgy kiadott Windowsban valamit változtatni a vezérlőpulton, és azokat a dolgokat, amik már így benne voltak a kezelőben, hogy ide kattintok, puff, azokat mindig elrakta. Megváltoztatta, szétszette, átpakolta, háromszor annyi kattintással. Két alapvető dolgot szoktam Windows frissítés vagy Windows új telepítésnél beállítani, aki nyilván a képernyő felbontás, meg az összes háttérkép, soha nem találom, hogy mi hol van. Igen. Abszolút, össze-vissz, legalább két-három helyen lehet most beállítani. Na, a lényeg az, hogy haladunk abba az irányba, hogy ez az egész vezérlőpult dolog átköltözön a gépház alá, és a gépházban egy ilyen jobban áttekintető és könnyebben elérhető, könnyebben beállítható felületet kapjunk. Tehát a régi kicsi párbeszédpanelekkel, amikor így böngészgetted, hogy itt egy checkbox, meg itt egy checkbox, és pitty, ehelyett pedig kapsz egy majdnem teljes képernyős, nagy szövegekkel részletes leírt beállító felületet, és ott sokkal jobban meg tudod csinálni. Volt egy csomó olyan beállítás, például tipikusan ilyen a úgynevezett Windows témák, amiknek a megjelenés, háttérkép, hangok, ilyesmi, aminek, hogyha előhívtad a gépházból ezt a beállítást, akkor volt egy kicsi sor, hogy ugrás a Windows témák beállítása, úgy, és följött a vezérlőpult. Na, ilyen nincsen. Legalábbis pont a témáknál most ezt az egészet átköltöztették végre a gépházba, és most már ott tudod ezeket állítani. Került bele egy jópofa újdonság is egyébként, azt hiszem, hogy ez a rendszerbeállítások alól lehet majd elérni. Úgy hívják, hogy Storage Sense, pont nem tudom, hogy mi lehet a magyar neve, de ne is találjuk ki. Egyébként is rengeteg zárójelbe jegyzem meg, hogy a Windows 10-nek a honosítása az botrány rossz. Legalábbis az első verzió, ami megjelent, az egyszerűen tragikusan rossz volt. Hát innen csókoltatjuk régi barátainkat a Microsoftnál, akik még a honosításban igen nagy úttörő szerepet töltöttek be valamikor a 90-es évekről beszélünk. Meg a 2000-es évek elejéről. És így szép lassan így fédelnek ki ebből a történetből. Gyakorlatilag kidobták az egész csapatot, aki ezt csinálta, és azóta. Szeretném jelezni, hogy a frissítések telepítéséhez eljutottunk, nem tudom hány perc telt el, de mindjárt kész vagyunk. 13 perc telt el a gomb megnyomása óta. Tehát ez a Storage Sense, visszatérve a Storage Sense-re, ez azt tudja, hogyha bekapcsolod, akkor elkezdi nézegetni, hogy milyen partíciókon milyen olyan fájlok vannak, főleg ilyen átmeneti fájlok, amik csak foglalják a helyet, de igazából nincs semmi lehetőség, és takarít maga után. Ugye közismert, hogy van a
a felhasználói mappákban eldugva valahol egy olyan temp mappa, amiben gigabájtok tudnak összegyűlni, és hogyha az ember tudja, hogy oda kell menni, és ki kell takarítani, azt hiszem most indul újra egyébként először. Igen. Ha ki kell takarítani, akkor hirtelen tudsz magadnak 4-5 gigabájt üres helyet csinálni. Na, ezt most lehet, hogy megcsinálni majd helyettünk a StoryCense. Említettük, hogy a játékosok támogatása is kiemelt szerepet kapott ebben a frissítésben, de a magában a gépházban is született egy új ilyen szekció, ami kimondottan a játékosokkal foglalkozik, tehát az angolban gamingnek hívják, illetve született egy új, ami még érdekes, egy troubleshooters az angolban, ami pedig az ilyen mindenféle problémákra ad megoldásokat, vagy azoknak a problémáknak a megnézése. Tehát tipikusan például, hogyha kék halál bekövetkezik a szegény Windows életében, akkor eddig vagy bemásztál a legeldugottabb és csak a profi felhasználók számára ismert ilyen mappába, és ott nézegetted a rendszer naplókat, de most lesz valami kis egyszerű dolog, amiben meg tudod nézni, hogy vajon mi történt. A Troubleshooters az valami új shooter game? Igen, vagy esetleg a hiba elhárításra gondolsz? Így van, hiba ez elhárítás. Ez volt a magyar név, azt hiszem. Hát majd ez lesz, majd meglátjuk, mert ez is teljesen új. Number two. A Night Light funkció, ez az éjszakai fény magyarra fordítva, az azt csinálja, hogy a képernyőnek a színbeállításából elkezdi szépen lassan, fokozatosan kivenni a kék fényt, a kék komponest, és ettől egy kicsit így besárul. Kék fényt? Bocsánat. Egyre besárul, benarancssárgásodik a képernyő, viszont ez két dologból nagyon jó. Egyrészt, hogyha ezt fokozatosan csinálják, akkor nem annyira veszed észre. Óriási a kontraszt, hogyha kibekapcsolod ezt a funkciót, akkor úristen, egy sárga képernyő készek. De hogyha viszont éjszaka, mondjuk este 11-kor egy tök sötét szobában kapcsolod ki a funkciót hirtelen, akkor meg megvakulsz, mert akkor ilyen fehér lesz az egész. Pont ezt akartam mondani, hogy ez a funkció az új oprendszerekben, mármint a telefonok oprendszerében, az iOS 10-be került, azt hiszem, bele, illetve az Androidban is van ilyen funkció, hogy egy bizonyos időpontban beállított, hogy este 8-tól 10-től váltson át éjszakai üzemmódba, és annyira zavaró, olyan posvadák, ilyen pirosas, sárgás színe lesz hirtelen mindennek, hogy azt mondom, hogy én ezt nem szoktam használni. Meg kell szokni. Én használom az eFlux című programot, ami ugyanezt csinálja, nagyon okosan, szépen, fokozatosan viszi át, tehát nem az történik, hogy hirtelen fehérből sárga lesz minden, hanem szépen fokozatosan, ahogy egyszerűen megszokja a szemed, és ugyanúgy fehérnek látod ezeket a fehér részeket, és nagyon sokat számít éjszaka, tényleg, vagy sötét szobában rengeteget számít, sokkal kevésbé szembántó, illetve sokan mondják, hogy abból a szempontból is nagyon jó, hogy ha sok a kék fény jön a monitorodból éjszak vagy esténként, akkor sokkal rosszabbul tudsz elaludni. Zavar a kék fény, az agyadat zavar, és nem tud utána ilyen pihenő módba váltani. Abszolút, azt mondják egyébként a szakemberek, a alvás szakértők, hogy elfekvés előtt, elalvásnál már ne nagyon böngészél se notebookot, se tabletet, se egyet, mert egész egyszerűen az agyad nem érzékeli azt, hogy már lement a nap, ismét adsz neki egy dózist abban, hogy napfény van, és nem fogsz tudni jól elaludni. Number one. A legfontosabb talán az az úgynevezett game mode, illetve a játékosok támogatása, kiemelt támogatása a Windows 10-ben. Nagyon fontos a Microsoftnak, hogy ugye a Windows az úgy lett népszerű annak idején, hogy a számítógépes játékoknak az alapvető platformja lett még a konzolok előtt. Viszont a Windows 10 ebben a dologban nem szerepel túl jól a megjelenésekor, most rágyúrtak nagyon erre a játékos támogatásra, és került a magába a rendszerbe egy game mode nevű új funkció, amit hogyha bekapcsolsz, akkor a játékok futása közben, egy adott játéknak, hogyha bekapcsolod, akkor a játék futása közben kikapcsolja, vagy legalábbis csökkenti a háttérben futó folyamatokat, tehát hogy maga a játék kapja a számítógépnek az erőforrásait. Te gondolom az olyan, amik a hálózat, meg system, rendszer management, meg ilyesmi, mert éppen most nincs szükséged, hiszen nem úgyis mondtam, kvékezel. Így van, egy futó Windowsban, anélkül, hogy látnád, a motorház alatt rengeteg dolog történik, és rengeteg kis modul fut, meg mindenféle ilyen rendszerbingyi, és az a lényeg, hogy ezeknek leveszi a prioritását, elveszi tőlük a memóriát, elveszi tőlük a processzoridőt, és minden ilyen dolgot próbál a játék alá tolni, hogy a játék kapja meg, és a játék tudjon minden jobb teljesítménnyel futni. Elindítod a játékot, előhúzod a játékban a game bart, és ott be tudod állítani, igen, itt, amikor ezzel a játékkal játszom, mindig kapcsolj game módba. És innentől kezdve a játék indításakor ma automatikusan game módba fog kapcsolni. Ez tök jó egyébként. És láttál erről valami
már teszteket, hiszen még csak most telepítjük föl, de hogy néz ez ki? Gyorsabb lesz tőle a géped? Érezhető ez egyébként? Szerintem egy héten belül tele lesz a YouTube ezekről készülő tesztekkel. Én ellentétes véleményeket hallottam róla. Azoknak, akiknek nagyon komoly játék konfigurációja van, azok azt mondják, hogy semmit nem számít, viszont megjelentek olyan cikkek, hogy a gyengébb, klasszikus gyengébb irodai konfigurációkon mondjuk, amikre eddig nem nagyon lehetett játékot futtatni, ott nagyon látszódik a különbség. Vágás. Azt akartam még mondani, hogy ugye most két változatban lehet, kvázi le lehet tölteni és egy új Windows frissítésként egyben föltelepíteni, szűz Windowsként föltelepíteni, illetve lejön a sor, normális soron következő update-ba. Most így látom, hogy csepegtetik kifele, mert reggel még nem tudtad letölteni, most délután meg már jelentkezett, igen, hogy most már le lehet. Egészen pontosan úgy van, hogy ha el akarjuk halasztani, akkor a Windowsnak a Pro változatában van erre egy gomb, hogy ne töltsd le és várjunk vele, ilyenkor akár 2-3 hónapig is el lehet halasztani, hogy ez a feature update lejöjjön. Ez egy menü, tehát be kell menni valahol, ugye system per, akármi per, valahova? Igen, tehát pedig... a gépháznak az update beállításában van egy ilyen haladó beállítás, és akkor ott egy pipa, hogy ne, létszi ezeket a nagy komoly frissítéseket ne törzsre, és akkor ezt elhalasztja. Ha nem tiltod le, akkor ugye meg fog jönni a napokban gyakorlatilag, mint frissítés, ez úgy fog történni, hogy egyszer csak fölülök egy képernyő, itt a Creator's Update, és ez mennyire jó, szuper, egy kicsi képernyő, ez kitakar mindent, és nem enged semmihez hozzáférni maga mögött. Föl lehet tenni úgy is, hogy letöltöd ezzel a bizonyos Media Creation tool-lal, ami most már nagyon régóta létezik, már Windows 7-hez is létezett, és azóta is folyamatosan létezik, ezzel föltetett frissítésként, tehát a meglévő Windowsodra, illetve megteheted azt, hogy ezzel a Media Creation tool-lal csinálsz, letöltöd ISO formátumon, amit ki tudsz írni DVD-re, vagy pedig ki tudod rakni egy pendrive-ra, és akkor akár a DVD-ről, akár a pendrive-ról indítva tudsz csinálni frissítést is, vagy tudsz csinálni teljesen új telepítést. Beszéljünk mindenképp az adatvédelemről, egyébként is a telepítésünk eljutott az adatvédelmi beállítások kiválasztása az ön eszközé. Igen. Elrontottak. Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy a honosítás. Helyesírási hiba van a telepítőben. Minden szinten alul van. Tehát hagyjuk. Arról szól most néhány videó, még nagyon nem eszkalálódott ez a probléma, lehet, hogy egy kicsit túl lihegi mindenki, de arról szól, hogy most megváltoztatták az adatvédelmi szinteket, két szint van, egy basic, meg egy advanced, fogalmam sincs, és ez eddig arról szólt, hogy az alapszintűben nagyon-nagyon le voltak vágva a dolgok, egy csomó mindent nem küldött ki. Ez ugye a telemetria, tehát hogy milyen adatokat küld a Windows ki a Microsofthoz, a gépünkről, meg rólunk, meg a felhasználásról. Most pedig úgy tűnik, hogy a basic alapbeállítás is gyakorlatilag majdnem mindent kiküld. Hát itt látunk mindenféle képernyőket, hogy oldalakon keresztül scrollozták, hogy mi az az adat, amit kiküldenek. Igen, mert az Európai Unió kötelezte őket, hogy adja ki pontosan azokat az adatokat, és van irgalmatlan mennyiség. Elképesztő mennyiségű adat. És most itt igazából megint csak az jött föl, hogy a Microsoft azért is erőlteti az Edge, azaz a régi Internet Explorer logikát, hogy hozzáférjen ahhoz a cupákhoz, ahhoz a falatkához, amihez az internetes cégek, Facebook, Google hozzáfér. Neki pedig semmilyen nincs, mint egy operációs rendszere, ami általában lokálisan fut a gépeden, nincs okvetlen rákényszerítve az ember arra, hogy internet kapcsolata legyen. Tehát a user felhasználás, program felhasználás, Windows felhasználás, ajánlatok, reklámokból nem nagyon tud a Microsoft részesedni. És gyaníthatom, és ezt mondja most a világ, majd belinkelek egyébként, Barnicles, egy nagyon jó régi Microsoftos alkalmazott, ő ordít, hogy gyerekek, gáz van, mert iszonyat az adatvédelmi kiszivárogás van már megint. Egy ilyen óriási bécsi kapu van megint hátrafelé, és dől ki rajta az adat. Viszont itt azért már tegyük hozzá, hogy tényleg nagyon sok mindent ki lehet kapcsolni, itt majd scrollozom is le, mert látom, hogy a helyet lő. Ez egyébként egy új képernyő, eddig nem így nézett ki, ez is új a Creators Update-ben, hogy kicsit részletesebb információkat kapunk róluk. És már volt 5 pont, amit ki lehet kapcsolni. Tehát most ne is kapcsolhat ki, mert végül is úgyis egy virtuális gépet tesszük föl. Igen, nyugodtan el is fogadhatjuk. Igen, de látod, beszéd fel is, mert minden van benne. Hely, elfogadom, és nézzük meg, hogy eljutunk-e odáig. Ezek szerint ennyi volt, tehát az adatvédelmi részből ezt 5-öt tudtad. Ami azért érdekes egyébként, mert az előző változatokban ez legalább 3 képernyő volt, és legalább minden képernyő legalább 5-6 különböző ki- és bekapcsolási dolog volt. Be lehet menni még egyébként, majd minden, ahogy föltelepítjük, megnézzük, de ezt javasoljuk nektek is. Ha föltelepítettétek az új Creators Update-et, menjetek el a privacy, azaz adatvédelmi beállításokra. A gépházban. A gépházban, most az újdonsült gépházban, és nézzétek meg, hogy milyen adatokat osztatok meg a világgal, azaz a Microsofttal. Nem azért, mert utálni kell őket, hanem azért legyetek biztosak benne, hogy igen, tudtok róla, hogy mi az, ami kimegy, és mi az, ami nem. Ez egy nagyon bölcs gondolat. Jó, végre. Izé volt, ugye ezzel így le lehet lőni.